érdekes dolog következett. Írtam egy levelet a magyar nagykövetségnek, amiben megírtam azt nekik, hogy a magam persze meglehetősen szabad stílusában, megírtam nekik, hogy adott a sors nekem egy lehetőséget, hogy itt tanuljak Párizsban. Nem teljesen szabályosan, egy piros útlevéllel érkeztem ide, de nagyon szeretnék legálisan tanulni, és tegyék nekem lehetővé, hogy kapjak egy másik útlevelet. A követség 2 hét múlva küldött nekem egy válaszlevelet, amiben roppant hivatalos hangon azt írták, hogy ön jogellenesen tartózkodik külföldön, ilyen és ilyen törvénycikkeket sért ezzel meg, és haladéktalanul térjen vissza Magyarországra, különben büntető jogi következményei lesznek cselekedetének. Erre én 2 hét múlva írtam nekik egy válaszlevelet, amiben azt írtam, hogy én 6 éves korom óta szeretnék a párizsi Notre-Dame orgonájánál ülni. Most ezt a levelet itt az orgona tetejére rakott levélpapírra írom, és én annyira örülök, hogy itt vagyok, és hogy a nagy kóstoltól tanulhatok, hogyha értem el, nem küldik a vörös hadsereget, én akkor bizony itt maradok, de küldjenek egy útlevelet. Nagyon egyéni volt a második levelem is, és szinte pofátlanságnak tartottam, hogy a követség megint az előző levelet küldte el szó szerint. És akkor, hogy a levelet megnéztem, akkor jöttem rá arra a később aztán sokszor sok hivatalnál látott trükkre, hogy tulajdonképpen ez egy lefénymásolt forma levél volt, amiben megfelelő helyre ugyanazzal az írógéppel belegépelték a nevem. Arra gondoltam, hogy ha te ilyen pofátlanok vagytok, akkor én is az leszek veletek, én is lefénymásoltam a 2-es számú levelet, és elküldtem nekik. Arra 2 hét múlva megint megjött az ő szintén fénymásolt levelük. És 6 hónapon keresztül ment ez a 2 hetenkénti levélváltás, ők mindig ugyanazt küldték el fénymásolva, én is ugyanazt küldtem el fénymásolva. Majd megszűnt a nagykövetség levéláradata, nyilván elfogyott az egy emigránsra vagy diszidensre szánt bélyegmennyiség, és akkor azt gondoltam, hogy tessék, itt vagyok, hazátlan vagyok, itt maradok örökre, útlevelem se lesz, és a Szajna lesz majd egykor rohadó tetememnek a végső otthona. És akkor egy teljesen váratlan dolog történt. Kaptam egy zöld konzuli útlevelet, amiben mindenfajta engedély és jogosítvány megvolt, hogy én ott maradhassak Párizsban. És annyi külföldön eltöltött eszendő után, 1989 legvégén, amikor itthon voltam Budapesten, életemben először elmentem a magyar parlamentnek az épületébe, meghívott engem egy parlamenti képviselő barátom, és ahogy ott a délutáni ülésről jöttek ki a képviselők, még a rendszerváltás előtti utolsó parlament képviselői, egyszer csak ott jött Acél György, és bemutattak neki. Acél nagyon kedves, de nagyon fáradt ember benyomását tette rá. Egyszer csak fölkapta a fejét, és azt kérdezte, az organista? Ez döbbenetes volt számomra, hogy Acél György, az egykori kultúrkirály, honnan tudhatja az én nevem? És akkor félrehúzott a parlamentnek, ott az ablak mélyedéseiben vannak ezek a kis ülőfülkék, és azt mondja, hogy amikor maga kiment Párizsba, akkor nagy szerencséje volt, azt tudja. Ugyanis akkoriban tényleg annyi történt, hogy Párizsban a Notre-Dame orgonája mellett megismertem egy fiatal embert, aki az akkori francia kulturális miniszternek az egyik államtitkára volt, és titkos organista. És nagyon összebarátkoztunk. És annyi történt, hogy ez a fiatal ember pár hétre rájött Magyarországra Acél Györgyel tárgyalni. És amikor leültek a tárgyalóasztalhoz, hogy valami két ennyire szélsőséges világból érkezően valami közös témájuk legyen, azt mondta, hogy egyébként egy nagyon tehetséges magyar orgonista fiút ismert meg a napokban Párizsban. Mire Acél György megkérdezte, hogy hogy hívják a fiút? Mire ő mondta, Varnsky Xaver. És Acél így mondta el utólag nekem, azt gondolt, hogy a franciák immáron a történelemmel sokat szóra összekeverték valószínűleg Budapestet Bukaresttel, de minden esetre fölírta a nevemet, és másnap odaadta a titkárnőjének, hogy nézzen utána. És a titkárnője egy nap múlva hozta is az adatot, hogy igen, én magyar vagyok, és innen lógtam el. És akkor Acél György nagyon bölcsen
utánam küldetett egy konzulói útlevelet, azt mondva, hogy ez a fiú ez nem politikai diszidens, nem bűnöző, ő egyszerűen csak azt csinálja, amit egyébként a magyar évszázadokban a legnemesebb hagyományként csináltak a szellemi emberek, elmegy tanulni Párizsba, kell neki küldeni egy konzuli útlevelet, annál is inkább, hogyha majd egy napon híres lesz, akkor magyarként legyen híres. Úgyhogy én így ragadtam akkor Párizsba, és onnantól fogva arany életem volt. Kossuthtól valami egészen más élet, minőséget, életszínvonalat tanultunk meg. Különös ember volt, mert emlékszem a legelső koncertjére, amikor elmentem Párizsba, Notre-Dame-ba. Az első mű egy Bach mű volt, úgy játszott, mint egy disznó. Össze-vissza voltak a hangok benne, aránytalanságok voltak, és azt mondtam, hogy ez Kossuth. Aztán eljátszott a művet, 15 másodperc csönd, majd belekezdett Wieland második szimfóniájába, és az maga volt a csoda. Ahogy ezt a hatalmas nagy kőrengeteget betöltötte a hang, és minden a helyén volt, és minden arányában volt, és úgy szólt, mint a végzet. Különös ember volt Kossuth. Abszolút hangulat ember volt. Úgy élt, mint egy igazi, nagy, 19. századi világfi. Volt egy hatalmas, csodálatosan szép Mercedes-e. Lennizzában volt egy elképesztő, szinte már kastélyszerű villája. Nagy művész volt, és úgy is élt, mint ahogy a nagy művészek a 19. században éltek. Az öltözködése, mint egy igazi grand seigneur. 6,50 m, ou quelquefois même 10,48 m de hauteur, se met à parler, bah, il se passe du temps. Ça n'attaque pas comme un clavecin. A tanításában volt valami nagyon kedves, nagyon apaszerű, mindent elmondott, csak pont azt a keveset nem tudta soha elmondani, amitől Kossuth-Kossuthvá lett. De amikor ott álltam mellett a Notre Dame orgonájánál, vasárnap a nagymisén, és egymás után 30-40 goloász hívott el, állandóan cigarettázott. Ott volt az orgona mögött egy ilyen kis szoba, ott időnként a hideg volt a székesegyház, még iszogatott is hozzá. És kijött, megdörgölte a kezét, és leült az orgonához, és elkezdett játszani. Akkor aztán minden megmagyarázódott. És volt egy egészen különleges tanítási módszere, hogy ez véletlenszerű volt-e, vagy ez egy tudatosan kitervelt dolog, azt nem tudom. Egyszer ott álltam mellette a Párizsi Notre Dame-on a nagymisén. Tömve volt a székesegyház. A bíboros misézett, és a felajánlási része az offertoára már be voltak állítva az orgonának a hangszínei improvizációhoz, mert a Párizsi Notre Dame-on a fölajánlási része a misének, az egyik legcsodálatosabb orgona szólónak a pillanata. Mindent be volt már állítva, már a bíboros indult a szembe miséző oltárhoz, hogy elinduljon a misének a második része, és akkor Kossuth egy pillanatra rám nézett, hogy gyere játsz! És ez egy döbbenetes pszichológiai pillanata volt az életemnek. Ha 10 vagy 20 vagy 30 másodperccel korábban mondja, vagy netán egy nappal előtte, akkor valószínűleg iszonyatos pánik alakult volna ki bennem, ami teljesen lebénította volna a cselekvőképességemet. Nem volt ideje egyszerűen a pániknak kialakulni. Gyere és játsz, mondta, súszott le padról, én csak rácsúsztam, és már el kellett kezdeni. Meggyulladt a kotatartó, voltak ilyen jelzőlámpák, amik mutatták, hogy éppen mit kell csinálni. Meggyulladt a jelzőlámpa, és el kellett kezdeni játszani. Olyan volt az egész, mint egy baleset. Nem volt egyszerűen más lehetőségem, csak az, hogy játszak, és a képességeimhez képest a legjobban játszak. És pont olyan volt, mint egy baleset olyan értelemben is, hogy utána döbbentem, hogy Úristen, mi történt velem tulajdonképpen? Mint egy túlélt baleset.
Amikor a kocsi pördül 8-at, és ez is csak ott vagyok az árokba, és azt mondom, megvan mindenem, fejem a helyén van. Volt még egy másik nagy szenvedélyem. Ott Párizsban élt egy elképesztő muzsikus, Jean Guillou. Ha Kossuth volt maga a csodálatos francia iskolaszerűség, a Grand Seigneur, akkor Guillou volt a fene gyerek. Guillou volt az, aki mindig másként épített fel mindent. És bár nem volt ez szép vagy etikus tőlem, de elszökdöstem délutánonként vasárnap, hogy a másik templomban hallgassam Guillou-t. Mint ahogy gyerekkoromban tényleg a személyiségek egymásra épültek bennem, éppen úgy én azt hiszem, hogy ők kettőjükből építettem föl valamit. Mind a kettő borzalmasan fontos volt, de nem akartam Kossuthvá válni, Guillouvá se akartam válni, de úgy érzem, hogy az a kettő, ami összeadódott belőlük, az lett talán egy kicsit kezdete az én zenei személyiségemnek. Gyakran hazajártam Párizsból, és egyik este a Terézvárosi templomban ültem az orgona mellett, amikor beállított egy fiatal orgonaépítő barátom, és azt kérdezte, hogy hallottad Kossuthot? Mit kellett volna halljak? Most mondták be az esti rádiókrónikában, hogy tegnap éjjel meghalt. És akkor egy pillanat alatt lezárult mindaz, ami akkor kinyílt. Furcsa állapot következett, mert szüleim már nem éltek Magyarországon. Apám jazzzongoristaként szerződést kapott Kanadába is. Több esztendőre kiköltözött anyukám és édesapám és az öcsém. Én meg Budapesten maradtam. Apukám nem sokára küldött egy meghívó levelet nekem, és 1984-ben fölöltem egy repülőre, és elmentem Kanadába. Az utolsó hangversenyem a budavári Mátyás templomban volt, és érdekes, hogy már azon a koncerten az én leendő világom, Észak-Amerika meg Európa találkozott, mert az egyik nagy amerikai egyetemnek a kórusa működött közre ezen a hangversenyen. Vasárnap délután volt, és ez volt az utolsó hangverseny, amelyikre a nagypapám eljött. Nagyon szerette Charles-Marie Vidornak a Toccatáját, és ezt játszottam el.